Go. február 15-én vasárnap hasonló volt az időjárás, mint most. Nem télies. A hadinaplók szerint a hőmérséklet plusz 4 Celsius fok körül. Közepes felhő alap, helyenként csapadék, néhol köd. A köves utak járhatók, bár sárosak, a harckocsik harcjárművek által fölhordott sártól. A földutak az enyhe téli időtől, az esőtől, a havas esőtől, az olvadó hótól nedvesek, sárosak. 1945. február 11-én vasárnap a Budapest felszabadítására, a főváros körüli orosz ostromgyűrű áttörésére tett kísérletek során a Konrád hadműveleti csatákban a 3. magyar hadsereg a német Wehrmacht és az SS egységeivel folyamatos harcokat vívott a szovjet csapatokkal. De kisebb sikerek ellenére sem maradt esély, hogy a mieink fölmentsék Budapestet, és utat nyissanak Buda és a budai vár védőinek nyugat felé. Hitler arra utasította Buda védőit, hogy tartsanak ki a végsőkig. De 1945. február 11-én a védelem német irányítója, a 9. SS hegyi hadtest parancsnoka, Pfeffer Wildenbruch SS Oberluppenführer, a Waffen-SS és a rendőrség tábornoka 17 óra 50 perckor a következő táviratot küldte a Dunántúl felül Budapest felmentését óriási áldozatokkal, de minthiába megkísérlő déli hadseregcsoportnak. 1. Az ellátmányt feléltük, az utolsó töltény a csőben. A megadás vagy a védősereg harc nélküli lemészárlása között választhatunk. Ezért az utolsó harcképes német csapatrészekkel, honvédekkel és nyilas keresztesekkel támadni fogok. 2. Február 11-én a sötétség beálltával kitörök. Szomor és Mária halom között kérem az érintkezési helyet kitörő és az őket fogadó csapataink között. Ha az érintkezés ott nem lehetséges, akkor a Pilisbe török majd előre. Ott kérem az érintkezést Pilis-Szentkereszt északnyugati térségében. 3. Fényjelzés. Kétszer zöld, saját csapat. Ismertetőjelek saját csapataink és repülőink számára, kabátok és vásznak horogkereszt alakban történő kiterítése, valamint integetés. Jelszó Hindenburg Hitler. 4. Gyülekezési hely, Tarján vagy Tokod. Kérem az élelmezést és a sebesültek ellátását biztosítani. 5. Február 12-ére erős vadászvédelemre és bombázó bevetésre lesz szükség az ellenséges tartalékok és hadmozgások leküzdéséhez a megadott térségben, valamint saját délnyugati irányú mozgásunk védelmére. Kérem az ellenséges erők lekötését minden eszközzel, valamennyi arcvonalon. Így hangzott Pfeffer Wildenbruch tábornok távirata, amelyet aztán február 11-én késő délután, este és éjszaka követett az áttörési kísérlet, a szovjetek által ostromlott, körbezárt és már majdnem megfojtott magyar főváros még megmaradt budai részeiről, a budai várból. A fennmaradt adatok szerint a védők létszáma február 11-én 23.900 német katona, ebből 9.600 sebesült, 20.000 magyar honvéd, ebből 2.000 sebesült, valamint 500 fegyveres nyilas keresztes. A kitörést megkísérlő magyar és német katonák jószerével csak kézi fegyvereikre számíthattak, mert a nehéz fegyverzetet, a járműveket, a tüzérséget ott kellett hagyniuk, föl kellett robbantaniuk a 9. SS hegyi hadtest parancsára, hogy észrevétlenebbül tudjanak átjutni a szovjet vonalakon, a Budához legközelebb fekvő magyar-német állásokig, Szomor, Gyermely, Mány, Bicske térségében, a Gerecse és a Vértes előterében. A nehéz fegyverzetet és a járműveket megsemmisítették.
Így föl kellett robbantaniuk a Feldherrn-Halle páncélos hadosztály megmaradt 8 Pardus tankját, valamint az ellenség számára használhatatlanná tettek 6 Hummel önjáró tarackot és vagy 25 lövészpáncélost. Amint egy 40-45 ezer fős kitörő sereg szinte védelem nélkül maradt, csak kézi fegyverekkel küzdhetett. És hogy észrevétlenül átjut az orosz ostromgyűrűn innen a budai várból, a budai hegységen keresztül. A közel 500 000 menekülőből 1000-nél kevesebben érik majd el ezen az éjszakán és másnap hajnalban reggel délelőtt a magyar-német állásokat. A többiek elesnek vagy orosz fogságba kerülnek. Hősök emlékezetére szervezik, rendezik és hajtják végre fegyelmezetten lelkes és bátor emberek minden esztendőben a kitörés hétvégéjén a kitörés emlékmenetet, emlékfutást a budai várból, a Kapisztrán tértől, a Bécsi kapun és a Szélkálmán téren át Szomorig, sötétben, hidegben, sárban, hóban, időjárástól függetlenül. Idén, február 13-án szombaton, estébe hajló délután gyülekeztek a résztvevők a várban. Gyalog vagy futva teszi majd meg a távot lélekmelegítő ellenőrző helyek érintésével sok-sok ifjú, és nem csak ifjú ember, férfiú és hölgy, de kisebbek és idősek is, és bátor, hűséges társak, négylábú kísérők. Mind többen jönnek német és osztrák résztvevők is, akik odahaza nem emlékezhetnek, de hát a németek már megszokták, hogyha valami fontos nemzeti történik nemzetük életében, nemzetük érdekében, akkor Magyarországra kell jönniük, itt találkoznak, mint az NDK-s időben a Balatonnál vagy a Vasfüggönynél. Majdnem 60 kilométeres, egészen pontosan 57,8 kilométeres hosszú táv gyaloglásra, futásra az elődök emléke és tisztelete, az elszántság és a kalandvágy, a dac és az összetartás, a kitartás hozza el az indulókat. Kiváló szellemi és testnevelési teljesítmény. Tavaly a fagy nehezítette, tette csúszósá az utat, idén az eső és a sár.
Bár a gondviselés most február 13-án szombaton és másnap vasárnap kegyeibe fogadta a résztvevőket. A menet idejére abba maradt az eső, vasárnap pedig már az égbolt is kitisztult, a nap is kisütött. A cél innen a budai vár Kapisztrán teréről, amely az egykori nándorfehérvári ferences hős nevét viseli, Szomor, a szomori sportcsarnok. A leghosszabb táv ugye 200 méter híján 58 kilométer. Hegyeken, dombokon, völgyekben, leföl, vaksötétben, éjszakai, kivilágítatlan, burkolatlan erdei utakon, mezei dűlőutakon, kötelező állomások érintésével, hol pecsételnek, igazolnak, és hol megpihenhet a vándor. Tea étel a virágos nyerekben és szomoron. Csoki a János hegyen, az oroszoknál. Tea Perbálon, Anyácsa pusztán, a németeknél. A kötelező szintidő 17 óra. 17 óra gyaloglás, futás sárban, erdőben, sötétben, egyfolytában. Az útvonal a bécsi kapun át az egykori hősök nyomában katonasírok érintésével halad. Igazi, testi, lelki, szellemi kihívás. Aki ma elindul, holnap ér célba, ha célba ér. Otto Wöhler tábornok, a déli hadsereg csoport parancsnoka, a kitörést megkísérlő budai védőseregnek ezt üzente. Német katonák, magyar bajtársak, abban a pillanatban, amidőn hősi harcotok véget ér, és katona sorsotok beteljesedik, köszönt benneteket még egyszer a hadsereg és a hon. Hálával és mély tisztelettel hajol meg Németország és Magyarország az ő hős fiai előtt. Eskütökhöz híven az utolsó lélegzetig és a végső odaadásig kockáztattátok életeteket. Egyenlőtlen harc volt ez, amit többszörös túlerő ellen kellett vívnotok. És ez annál magasabbra emeli példamutató vitézségeteket.
Kötelességtudatotok és álhatatosságotok lehetővé tette a hadvezetésnek és a csapategységeknek, hogy a nyugat-magyarországi arcvonalon hadmozdulatokat hajtsanak végre az ellenség ellen, mely hadmozdulatok meghiúsítják azt az ellenséges tervet, hogy az egész hadszínteret összeroppantsa, lerohanja Magyarországot és Bécs felé vonuljon. 20 szovjet hadosztályt, több nehéz fegyverzetű seregtestet és vagy 1000 harci repülőgépet vontatok magatokra és kötöttetek le. Eredményes védekezésetek jelentősen meggyengítette az ellenség harci erejét. Minden vörös katona, akit leterítettetek, minden páncélos, amit megsemmisítettetek, minden repülő, amit lelőttetek, gyengítette az ellenséget, amely a német és a magyar nép elpusztítására özönlik előre. A történelem magasabbra értékeli majd a műveltség és néppusztító bolsevizmus elleni hajthatatlan ellenállásotokat, annál a katonai sikernél is, amit minden idők egyik legnagyobb városharcában vívtatok ki. S lelki elkötelezettségeteket, amellyel a keleti sztyeppeözön elé álltatok. Budapest védőserege mindenkor a kötelesség teljesítés ragyogó példaképe marad az európai nemzetek közössége számára. Felrázó példátok elátkoz minden gyáva lemondást. Emberi nagyságotok a jövő forrása, dicsőséges tetteitek az életet jelentik. Ti, Budapest védői, olyan szellemet tanúsítottatok, amely által Németország és Magyarország ismét új magasságokba emelkedik. Nagyon reméljük, hogy egykor majd viszont látjuk egymást egy nagy, szabad hazában. Segítőkezünk a tiétek, bajtársak, kik áttörtétek a Budapest körüli gyűrűt. Üzente a kitörő magyar és német katonáknak Otto Wöhler tábornok, a déli hadsereg csoport parancsnoka. De csak kevesekhez juthattak el e szavak. És hamarosan már egy másik déli hadsereg csoport, a szovjet szállja meg hazánkat 46 évre. És a rózsakertben harmonika jár, és egy édes vidám nóta szál. Sok-sok álom most valósággá válik, szép Katyusa egy fiút hazavár. Sok-sok álom most valósággá válik, szép Katyusa egy fiút hazavár. Szeme csilló, mint a nap az égen, s nézi, nézi, hol a láthatár. Nem sír, nem ri, mint valamikor. Vigyeljen! Zagor! Jössz! Irány utánam! Lépés! Dúj! Egy! Rótafa! Marad! Rótát! Értettem! Jártunk lett a három ér! Jártunk lett a kéklő Duna parton! Ó, világos! Szedtünk ketten ott! Ez is felrömbölé bújt a vénhold! Százezernyi csillag ragyogott! Ez is tös polcsugár! Polcsugár a séjjel át! Jaj, de fáj, jaj, de fáj! Szíven egy kis lángván! Ez is tös polcsugár! Polcsugár a séjjel át! Jaj, de fáj, jaj, de fáj! Szíven egy kis lány után! Úgy szerettem volna átölelni, fülébe súgni azt, hogy szeretem, de ő nem ment és itt hagyott engem, nem törődött többé már velem, ez üstös boldogség, leszek-e még boldog én, lesz-e még, ez a kislány az enyém. Ez üstös boldogség! Le!
Pontban délután 16:30 elindul a magyar honvédek dísz szakasza. A díszmenetet kísérik, mögöttük indulnak majd folyamatosan a gyaloglók, a futók. Az útvonal, ami rájuk vár a Kapisztrán tértől, a Budai vártól. Városmajor, János kórház, Városkút, Svábhegy, Széchenyi kilátó és emlékmű, Normafa, Virágvölgy, Jánoshegy, Nagyhárshegy, Hűvöshölgy, Vadaskert, Újlakihegy, Virágosnyereg, Kálváriahegy, Alsó-Jegenyevölgy, Kerekhegy, Zsíroshegy, Nagykovácsi, a Nagyszénás, a Kutyahegy, Perbál, Anyácsapuszta, a Kakukhegy, s végül Szomor, a Cél. 1945. februárjában 100 kitörő katonából egy, legfőjebb 2 hős jutott át a szovjet ostromgyűrűn. Sokuk sírja szegélyezi ma is a kitörés útját. A drága nő, hogy megvolt a szám esküvő.